arany drága követőim és rajongóim, hát jó reggelt kívánok, hát figyeljél már ide. Most felszólítom az összes követőt, rajongót, hogy imádkozik a guadalupai szűzhöz kettő dologért. Ám egy, a Cilla túléje, mert ma éppen megyek le a Red Bull Air Force, anyukám úgy bereptetik a Cillát, tehát olyan Cilla fly lesz, hogy szem nem marad szárazon, ám egy. Ám kettő, azért is imádkozzá a guadalupai szűzhöz, ne csak azért, hogy az Esmeralda visszanyeri a lástácát, hanem azért is, hogy ne szakadjon le az ég. Sanyika hátul, Cilla elől, én vezetek, ő alszik. Katta bióba. De mindegy, lényeg az, hogy egy picit izgulok én is, amik a legjobban izé, Gabika barátnőm édesem, tudod, aki olyan hiszterikus dramokat kap a repülő, hogy mindig izé a stewardessek széképe ültetik, nem mondják, asszonyom, jöjjön hátra, ezt nem láthatja a többi utas, veri az első ülést, le fogunk zuhanni, meg fogunk halni, és még kézzel a földön állnak, tudod, meg el se indult a gép, Gabikával nem lehet közösen utazni, közben szorítja a mellette ülő karját, teljesen mindegy, hogy ismerős rokon vagy egy vadidegen, ő már nem most ez mondta nekem, te jó Isten, asszott magára két keresztet, te jó Isten, nem vagy normális, miért mész ilyen helyre, minek ez? Mondom, anyukám, hát meg kell próbálni, végül csak a Balatonba csapódhatok be, nem? Vagy hova? Oh, idegbe vagyok, na mindegy, te imádkozz a guadalupai szűzhöz, de tényleg frankó, mert átverek egyet. Ha gondolatod, egy ilyen külön örülök, ugye, hogy a kis nyugdíjasség, tudod, dr. Orosziné Sáv Pietelka, meg dr. Mihály Kálmán, izé, szavaztak, meg kiirtották ezt az egész jó kis, azt a kis rendezvényt Budapestre. Miért kell ezt a zajt a városban csinálni? Két napig, nem egy évig, kettő napig. A urva anyátokat érted, egy útfelújítás az meg íze 8 hónapig tart, de a Red Bull Air Force nem, menjenek ki a városba, tehát nálunk mindené lehet tüntetni. Ne szálljon föl a repülő, ugye ez az egyik. Már nem csak a városban, nem egyébként már a Feri egyen se szálljon föl a repülő, azt is idegből lettek a zuglói lakosok. Ne szálljon föl a repülő, hát már anyukám, már az ez ilyen, főszállt, fejlődik egy város, az kezdve ezzel jár. Van egy jó rendezvény, mint nálunk Monacóban a Racing, az kiirtott, de kezdve kiraknák Monacóból a izét, a Forma 1-et. Hát ez idegben lenne mindenki, nem? Mármint a Della miatt, kamem. Hát pedig el nem tudod képzelni egyébként, hogy mi van nálunk egyébként. Nem lehet kórházba eljutni, nem tudsz menni, minden le van zárva, ilyen nagy vas genyó van mindenhol, sehol nem közleked el. Minden monakói, ha teheti, elmegy. Szegény nagynénémet annak idején 15 éve halt meg. 2000, figyelj, már kisnyugdíjas vagyok, várjál, mikor volt az? 2006, azt hiszem. Tudod, a kisnyugdíjasok szoktak így visszaemlékezni. Figyelj ide, én akkor kerültem a SZOT-hoz, 971-ben, nem, 971-től onnan mentem nyugdíjba, tehát mindenre így beemlékezik a nyugdíjas. Jaj, várjál már, tékezni kell. Na úgyhogy képzeld el, hogy teljesen tönkrevágják a várost, de mindenki tudja, hogy a Grand Prix az mindenkinek jót tesz, legalábbis nekünk Monacóban. Az jót tesz, az egy jó rendezvény, kényelmetlen, szemétség, hülyeskedés, őrület van, de jót tesz. Na, ilyen lett volna az a Red Bull Air Force, azonnal taka ki. Amíg hozzá kell tennem, mondjuk, anyukám, hogy ez mindenre jellemző nálunk, tudod, hogy semmi. Van egy jó kezdeményezés, már betiltják. A fél világ, érted, fél Európa fiatalsága a sziget miatt akar hozzánk eljönni. Ma ott van a polgármester, be fogjuk tiltani a szigetet. Tényleg? Ez hangos. És aztán nem láttad, hogy mennyi lóvét hoz? Maradjál már, dőljél már le, menjél le. Vagy menjél nyugdíjba, apukám, vagy menjél nyaralni, amikor a sziget van. Ne majomkodjál már. Hát emlékszel? Nem emlékszel, még kicsi vagy. Nem, mint én olyan nagy lennék. De hogy az Eiffel-tornyot is le akarták bontani. Aztán mondták, hogy hát jó van, maradjon. Ma a párizsi jelképe, érted? Pedig a világkiállítás után az volt, hogy na jó, hát ez a szörnyű vas, ez a izé, az öreg hölgy, a szájé. És akkor meg a izét, a piramidot is. Hát mindig azt mondta a nagymártam, ça c'est une cicatrice à Paris. Az azt jelenti, hogy ez egy sepphely Párizs arcán. Hát mondom, jó van, és mennyire menő dolog. Szóval nálunk azért van egy ilyen kis, el kell menni anyukám nyaralni, amikor én esemény van. Na jó van, taka a Balatonra, Szent Király pöcörőjére kell mennem valamilyen helyre. Jaj te!
Nálunk az a fejlődés ellen mindig megyünk, meg a modernizáció ellen, attól idegben vagyunk. Hát Csuri Széchenyit is érted, hát csak ki csinálta a családja, hogy azért verte alá a lóvét a nagy hízére, Láncidra, erre-arra. Szóval azért, te jó Isten aranykövetőm, strajongom, már olyan idegben rakott most a Tokátom, mivel beszéltem, érted, a Marok telefonon, azt mondja nekem, figyelj, mindig legyen nálad az okádós zacskó, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek, nem életpulcila. Figyelj, most itt vagyok, hát, mert sose fogom megtanulni a nevét ennek a hülye helynek. Azt mondja, Szent Király Szabadtya. Itt az ásványvíz, ez a Szabadtya. Azt mondja, a nő most, figyelj, te, hogy hol van ez a repülő, tehát idegbe vagyok rakva. Azt mondja, menjek vissza Almádi felé. Hát ez egészen elkér. Jó van, zöld, mehetünk. Igen, és valami murvás úton. Hát teljes az ideg, teljes az ideg. Cilla mindjárt beflyol, Cilla fly megindul. Azt mondja, ez nem az. Jó van, taka. Tudom, drága követeim és rajongóim, az történt, hogy az öreg Cillát a földön hagyták megint csak, pedig úgy volt, hogy megjárat, mint a, ugye, a lucernás tehenet, de hát Ákos az ide semmi, hát leszakadt az ég, cunami van, kész, taka haza. Úgyhogy anyukám, lejöttem a Balatonra, hogy most visszahúzzam a csíkot. Hallod, olyan idegbe raktam magam, én meg még azt hittem, érted, hogy valami spanyol pilótába kapaszkodok, vagy mondjuk tarkóhányom, vagy ilyesmi, de hát se, egyik se jött össze. Dikte, mi van itt? Most figyelj, meg kapaszkodjál, meg mutatom, hogy honnan nem repülök. Hát ezt nem hiszem, de látod azt a piros két, nem tudom micsoda, gulát? Na azon keresztül repül. Mi az? Pilon. Pilon, jaj, üsd meg a szád, azt magamra keresztet, hogy még ezt se tudom. Ezt nem hiszem. Nézd meg, és itt a hangár. Mobil hangár. És valamilyen kis csesznával itt azért megküldtek volna engemet. Nézd meg, egy ilyenbe. Hi, anyukám, ebbe berakták volna az öreg Cillát hátulra, nézd már meg. Propelleres minden. Nézd, milyen jó kané az Ákos, mi? Figyelj, már Matthias Dolderer, valami német lehet. Pete McLeod. Én melyikkel mentem volna? Hát, borostás. Ah, a borostással, honyád, de jó. Mindegy, azért kivegzálom most az életét. Megmondom neki, azért repteszél már meg repülő nélkül, aranykövető rajongó. Néznek, Juan Velarde, szerintem ezzel mentem volna. Fű, mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen repülővel nem repülünk. Hülye idő, nézd meg, pedig ott van a urvanap valahol. Dikte, mi lesz itt? Nézzeg, egy orosz, Ivanov. Nikolász Ivanov. Na figyelj, alala, olyan castingot fogok itt tartani, anyukám, hogy szem nem marad száradon. Mondjuk én se, urva anyját. Van mentő, bármi van, én meg ugye azért tanultam újraéleszteni is, mint jó öreg, nézd már öhögcsének ott vendik, te mi lesz itt? De ezt nézd meg, hát haláki vagyok, hogy ez nem izé pattanhatok bele egy ilyen repülőbe. Kézzel, nézd már meg ezt, így megmutatom neked, hogyha már itt vagyok. Nézzek, csak ide, nem szabad bemenni, már kontroll van, figyelj ide. De annyit tudok neked ígérni, hogy egy pilóta ruhába belelököm magam, mert hát ugye most megígérte az Ákos, hogy ha gondolom a földön, nagyon szívesen eltologatnak egy gépben. Na mondom, jó van, na taka, hát hagyjam a tologasszáit engem eddig. Majd öreg koromban tologathatsz, érted? Ki a teraszra. Gyere papa, megyünk ki egy kicsit levegőzni. Na jó, megyek. Bocs. Arany drága követői, most próbálom az Ákosból kiszedni az ajándékcsomagot. Hallod, ő is repült volna. Nézd, így mutattam be az egész, látod, de nem látod. Ő úgy, de ő is repült volna. Állítólag olimpikon, hát én nem tudom már. Azt mondta, kihagyott az jelzést. Mondom, leedzelek én itt apukámat. Ezen nekem nem újjék semmi. Halál, el vagyunk, külünk az esőbe, és nagyon várom az ajándékcsomagot. Influencer nem távozik ajándékcsomag nélkül. Ne haragudjál már. Megyünk át, kézzel, de meghívtak a rendezvényre, ahol lehet nézni a rendezvényt. Tudod, ahol semmi nem történik, nézheted a Balatont, mint a hülye. Hát ennyi az egész, kész. Hát nézeket. Őtet nem érdekli. Törajongó, a sas felszállt, indulunk. Tango 2, elkapom, baby. Na, ennyi volt a repülés, egy bárszéken ülök, de fővettem a gúnyát magamra, sertésjelmez maradt, gúnya is, úgyhogy ilyen mikrofonba tudok pofázgatni. Úgyhogy a sas leszállt, tango 1, tango 2.
taka haza, majom. Nanyukám jó elvezetett a GPS, és ide nonchantant, vagyis Saulin Sanyi, Szánda, egyre meg őt, őnek is ordítok, tudod, így Sanyikának mondom, Sanyika, mit csinálsz? Papának szerelme, pipiós a csácska, és így rám néz a Sanyi majd. Igen? Nem, nem, neked mondtam. Tudod ki ez a fiú? Tudod, a izé, a halál olimpikon gyorskorcsolyázó, tudod, ez a nagyon halál, figyelj, olyan helyes, engem teljesen felszukásított, úgyhogy ilyen királynőbe kellett lennem, tudod, hogy ne vegye észre. Mondom, igen, maga egy olimpikon? Először nem engedtem, hogy tegezzem, tudod. Jó, mondjuk, figyelj, imádom ezeket a fiatal csávokat, mert nem, nem úgy, te hülye, figyelj, ilyen perverznek nézel, hanem az ilyen ambiciózus sportolót, mert a hosszú Katinkát, meg találkoztam most a Gyurcsa Danival, tudod, akik ilyen, az, figyelj, az az erő, az a kitartás, ami ezekben a csávokban, meg sportolókban van, az egészen elképesztő. Annyira fölnézek rájuk, imádom őket. Úgyhogy halál cuki ez a kis fiú, úgyhogy nagyon bírom, hogy eltévedtem, azt, hogy nem arra kell menni, mondom, jó, majd akkor én követlek téged, taka. Úgyhogy most menetelek anyukám a izé, Saulin Sanyika után, a Cupra, vagy milyen kocsia van, minden mondom, Cupra! Ja Istenem, halál jó kis kanitték, megőrülsz, megvadulsz! Na most elállt az eső, de hát engem már letakáztak, nem repül a Cilla. De tudod, mit akartam kérdezni? Vagy mondani, hogy tudod-e, most nagyon figyeljél, tudod-e, hogy mit lehet csinálni a Balatonon, ha rossz idő van? Ez a kérdés. Na, nem várom meg a választ, de mondom, jó, hogy mi a válasz? Semmit az ég a te... Most ezt hova visz, nézd meg, behozott Almádiba, itt tekerget engem ez a Sanyit mindenféle út. Ez a Sanyi engem meg akar vezetni. Tehát mondom, mit lehet csinálni, ha esik a eső a Balatonon, az égvilágon semmit. A következő opciókat javaslom. Pingpongozhattok, elkezdheted a nyaralót kitakarítani, társasjáték, meg az Azur Hotelbe elmehetsz spázni, neked legyen mondva. Mondjuk álltak a Berki Krisztián is oda jár. Hi, ez milyen komoly lenne, nem? A Berkivel egy jó szaunát lenyomnék. Hát mondjuk lehet, hogy ide rám verne kettőt, érted? Te. Szóval most, na, gratulálok ennek, mert elkapom én ezt a Sanyit. Te most miért vittél be a dzsindzsásba? Majom, hát nem hiszem el. Jó van, édesem, taka, megyünk át Zamárdiba, Rákóczi út 38-ba leszek, hogyha bármit akarsz, megtalálsz ott. Katta bióba. Figyelj ide, aranykövető rajongó. Na most mondom, hogy milyen a Cilla, jó, hogy így képbe legyél. Fogalma sincs semmiről, Arany Niki barát nem szokott ezzel mindig rögni. Tudjuk, most már tényleg majdnem rám rúgta a kettőt, jönnek az üzenetek, főleg a Red Bullosoktól. Nem Air Force, aurva szád a Cilla, hanem Air Race. Hát én mit tudtam én, édesem? Én itt Air Force-ozok megállás nélkül, érted? Jörüljél neki, hogy nem Red Bull Top Gun-oztam. Hát anyukám, kiderült, hogy Air Race. Na, ennyit se tud a Cilla, meg azt se tudja, kérdezi, azt se tudja, hogy hova hívják meg. Megy, mint a holdkoros. Öreg Cilla ebbe van. Hát anyukám szájé. Arany drága követőim és rajongóim, hát itt van a... Itt leszünk vasárnap, nem? Te hülye vagy, hát jövünk vissza. Holnap reggel 4-kor kellünk, mert megyünk biciklizni a Margit szigetre. Fúrni, hogy biciklizni, itt. Nem döntöttük el. Na, tudod, ki kell soha, addig. Hallod ezt, hogy mit művelnek? Nézzek, ez a Sky Lounge. Ilyen előkelő kivetítő. Jaj, nézzek, követő rajongó. Frau Német. Nézzek, ez a Sky Lounge. És akkor itt repülnek ezek fölfelé. Teljes idegben voltam, hogy ma repülök, de hát anyukám kész. Cillának olyan taka volt. Gyönyörű ez a Balaton, látod? És itt megy majd egész hétvégén a őrület. Ez az első alkalom egyébként, hogy a Balatonon van, eddig mondjuk a Budapesten volt. Nézd meg, ő akart engem megreptetni. Júlia nem akar a földön járni, fölszállt ezért a fejünk fölé. Aranykövető rajongó, egy szájé anyukám, ennyi volt, még átugrottam Tóth Ici barátnőmhöz, Dónya Mercedeshez, tudod a, izé, hol van, Balatonszárszom, ja, hát ne onnan a izéből, Bütyökfalvából, na mondjad csak a nevét, Szent Király, úristen, itt már nem jut eszembe soha, Szent Király,
nem fogom megtanulni akkor se. Szent király szabadja. Hát, ez kitalálta ki ezt a nevet? Szóval onnan még átmentünk Zamárdiba, mert Ákos, tudod, a jóképű magas kékingbe. De most tudod, melyik az Ákos? Tudod, szélesvál, fokhagyma egédesem, jóképű, ilyen amerikai vigyorral. Na, ő az. Hát ő vele mentünk át. Mányukám, tudná az Ákika érdesem, hogy hány kis nő rá van gyógyúva, érted? Írogatnak az öreg Cilának. Szia, hogy ki? Mit lehet róla tudni? Miért? Hogy ki? Taka van. De Cila mindent megtart magának. Még akkor se érted, ha nem jó rám a kabát, akkor se adom oda senkinek. Szájé, this is not my size, but I keep it. Kész. Úgyhogy óriási volt, már rohanunk haza, anyukám, mert Bocika be van zárva a lakásba, úgyhogy izé meg kell etetni, az ott fújt a törjöng, úgyhogy kész, ennyi volt. Úgyhogy egyébként jó volt, a hétvégén anyukám ott közvetítettem a Sky Lounge-ból, figyelj, nem tudom, valami 3000 euró oda egy jegy, úgyhogy előkelő, klímás minden, úgyhogy ha akarsz egyébként hétvégére egy jó programot, akkor takar lesz a Márdiba, az nézed a repülőket, ahogy zúgnak, búgnak. Óriási lesz, imádni fogod, anyukám, imádni fogod. Úgyhogy én meg szépen megyek vissza a jó fővárosba, én nem tudom, itt a Tétényi sertéstelep mellett jövünk-e, mert olyan büdös van, hogy megőrülök. Úgy, Sanyi, remélem, hogy nem te pukkantottál be, elnézést. Jó van aranykövető, aranyrajongó, aranyanyám, jó betegeltem Ákos, hogyha bármi vagy, anyukám, tényleg úgy nagyon fő vagy cukásodva, így izé péntek ezt, és úgy vagy vele, hogy annyira beszizegtem, akkor rá tudjál írni egy szia, anyád mennyire, Jézus, tehát milyen forgalom van lefelé, a Balaton felé? Jaj, de jó, hogy nem most megyek le. Figyelj, lépésbe haladnak. Képzeld el, hogy nálunk, chez nous en France, I mean, és nálunk az Franciaországot jelent, mindig ne lepődjél meg ettől. Nálunk augusztusban kezdődik a nyaralás. Figyelj, most én 28-án indulok majd haza. Figyelj, olyan dugó van Párizsból kifelé az autópályán, hogy megőrülsz, megvadulsz. De komolyan úgy ledobod a X-iat, pifit, lököd lefelé, úgy kivadborulva. Úgyhogy itt meg péntek este, édesem, megindul az Ungarische Wirtschaft, és már őrjöngenek. Lefelé, itt lépésbe megy az egész dikte. Jaj, de jó, hogy ezt megúsztam. Figyelj ide, tényleg bármi van, föl vagy cukásodva, cizegaina, mész és kattintol rá az Ákosra, érted? Csináld ki rendesen nekem, jól megopatott így is, érted? Lerángatott reggel a Balatonrád, fél 5 órát aludtam, halálidegben vagyok, aztán így ülök az esőbe. Úgyhogy kapjátok el, mint sárgát a nappal. Ja, hát én még egy, amit akartam mondani. Tehát figyelj, meg óriási gasztrópercekben vagyok. Azt mondja az Ituka, hogy menjünk, ha megyek le, az Ituka barátnő. Tudod, a Zitu barátnőm. És azt mondja, hogy figyelj, ha jössz le Balatonra, akkor menjünk el a nekem főztembe. Mondom, parancsolsz? Azt mondja, menjünk el a neked főztembe. Hát mondom, Zituka, én benne vagyok, de ez valami kódolt beszéd. Nem, így hívják az étten, mert a múltkor a szülinapját, érted, azt mondta, figyelj, az anyuk, megyünk a szülinapomra, anyukám mondta. Mondom, mit mondott anyukád? Nem, anyukám mondta, oda megyünk. Te mondom, én megőrülök ezektől, érted? Most már van Kalapács nevű szórakozóhely, meg mit tudom én, minden most ilyen magyarban van, érted? Neked főztem. Most kézzel, de most mondjuk a francia rokonaim. Vegyünk egy példát. És azt mondja, Shaba, chéri, est-ce que tu peux me proposer un restaurant à Lac Balaton? Oui, il faut aller de neked főztem. Micsoda? Hát neked főztem, oda menjél, il faut y aller, qui s'appelle, neked főztem, non, non, ça me plaît pas, akkor menjél el, il faudrait, tu sais, pour toi, il faut regarder le restaurant, qui s'appelle, anyukám mondta, mit mondott anyukád? Hát megőrülsz, megvadulsz, érted? Ilyen étterem nevek vannak, hát nem igaz, nem igaz, vagy kis tücsök, jó, azt mondjuk még értem, a tücsköt még lefordítom, komszi komszá, de nekem főztem, vagy neked főztem, mit tudom, állítólag zánkán is van. Jó, hát óriási. Fogalmam sincs, állítólag előkelő. Az itt mondjuk nem vitt még szar helyre, kamen.